Új utakon járhatnak új akik a Kürt utca, a Homok vagy a Hunyadi utca felé kanyarodnak. Ez utóbbi új tó külső részén található, és a polgármester szerint az itt élők sok problémával küzdöttek az elmúlt években, mivel az utak állapota rossz volt és a csapadékvíz is gondot okozott egy önkormányzati rendelet alapján a helyben befolyt kommunális adót útfejlesztésekre kell fordítanunk, és ennek keretében ebben az évben három utcát újítunk fel, illetve három utca kap új burkolatot. Ez egy maltaszfaltos itatásos technológia, lényegesen olcsóbb, mint a klasszikus aszfaltburkolat, viszont lesz az időjárásnak köszönhetően ugyanolyan stabil lesz majd később, mint egy aszfaltút. A polgármester úgy látja, a korábbi években kevés útfejlesztés történt, ezért jelenleg 53 olyan utcája van a városnak, amelynek nincs szilárd burkolata. Igaz, ez a város határában lévő úgynevezett Petőfi tag részre is, ahol nem csak mezőgazdasági termelési területek vannak, de családok is élnek. A Petőfi Takban vagyunk, újféton egyik külcöleti részén, ahol hamarosan a vidékfejlesztési program keretében közel 300 millió forintból egy aszfaltút fog épülni az itt lakók munkájának és életének megkönnyítésére. Hisz itt még több család lakik, akiknek a városba jutása eddig nagyon nehézkes volt, hisz láthatták önök is, hogy egy nagyon rossz állapotú külterületi úton kellett megközelíteni az ingatlan, illetve itt nagyon sok kisebb ingatlan van, ahol mezőgazdasági termelés, főleg gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, és az itt élő és itt dolgozó gazdáknak is fontos az, hogy minél, jobb, minél jobban, minél könnyebben tudják megközelíteni az ingatlanjukat. Hosszú József hozzátette, a kerékpárutak fejlesztése is folytatódik az idei évben. Magyarország kormányától 204 millió forint támogatást kaptunk az elmúlt évben, amelyet egy meglévő belterületi kerékpárútunknak a felújítására kellett fordítani, illetve egy új kerékpárutat is építünk a köztemetőtől a tavaly előtt átadott honvédelmi sportközpontig, ezzel is megkönnyítve a sportközpontba látogatóknak az odajutását. A város művelődési házában jó ideje rendszeresek a beázások, amelyet a csapadékvíz elvezetés és a tetőszigetelés korszerűsítésével idén saját forrásból mintegy 50 millió forint értékű felújítással szüntetnek meg. Ugyancsak a csapadékvíz jelentett gondot a város Májváskert nevű település részén, itt már ezek a karók jelzik a készülő csapadékvíz elvezető hálózat jövőbeli helyét. A polgármester hangsúlyozta, a projekt miatt kénytelenek lesznek kivágni körülbelül 20 nagyra nőtt fát, de az elmúlt másfél évben közel ezer fát ültettek. A település határán túl is zajlik egy nagyobb beruházás a Nyíregyháza felé vezető négyes út jobb oldalán, ahol egy hűtőház fog épülni. 7 kamera lesz az épületben, ebből négy hűtő és három raktározási lehetőséggel. Információim alapján már többen szeretnék kihasználni majd ezt a lehetőséget. a nagyon sokan termelnek almát, burgonyát, sárgarépát, amelyeknek a raktározására és hűtésére igazán ideális lesz ez. Illetve folyamatban vannak mezőgazdasági, feldolgozó üzemeknek a ide érkezése is várható, és nekik is majd egy raktározás, illetve nyersanyag tárolására alkalmas lesz ez az épület. A mintegy 500 milliós pályázati támogatásból épülő hűtőházat még az idei év végén tervezik átadni.